Már a regisztrációnál látni lehetett, hogy nagyon sokan választották nagypénteken délelőtti programként a nyuszifutást. Az állatfigurák által vezényelt közös bemelegítésnél megtelt a színpad előtti terület. Természetesen a gyerekek voltak többségben, de minden korosztály képviseltette magát. Fantasztikus tömeg érkezett erre a rendezvényre, hiszen tavaly 2000 résztvevője volt az eseménynek, most is bőven szerintem túl fogjuk szárnyalni, folyamatosan jönnek a résztvevők, és a rendezvény szervező számára, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum szervezi az eseményt, hogy ez fantasztikusan nagy dolog, tehát én abba bízom, hogy mindenki jól fogja érezni magát ezen az eseményen is, hiszen mindent elkövetünk annak érdekében, hogy kellemes szájízzel távozzunk. Majd a résztvevők. Családok érkeztek, tehát van olyan család, aki 4 fővel is érkezett. Gyakorlatilag a versenyszámok azok a 400 méter, hovisoknak, alsósoknak, felsősöknek és a családi futás, ahol aztán meg fogják tölteni zárásképpen majd a rekordtán szerintem teljesen körbe. De itt van egy újdonságként egy játszóház a kisebbeknek, itt van az ugrálóvár, itt van Pancsi Bohóc, aki több száz lufit fog megkötni ezen a rendezvényen, és hát itt van az igen népszerű sztárvendég, az ST22 Lacika, több mint kamionos. Felkészülni rajt! Voltak, akik először léptek az atlétikai centrum szabadtéri rekordtányjára, de mint a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője elmondta, a szabadidő sportolók rendszeres látogatói a Tiszavasvári úti létesítménynek. Ez a pálya is nyitott természetesen, ahogy Nyíregyházán már megszokhattuk, hogy rengeteg sportpálya, amit a város a sportcentrummal együtt közösen felépített és létrehozott, mindenki számára elérhető, és ez egy nagyon fontos város stratégiai és sportstratégiai kérdés is. A nyíregyházi kosársuli edzője Farkasinszki Orsolya 2 gyerekével rendszeres résztvevője a húsvét előtti rendezvénynek. Nagy mozgásigényük van, Bruno már több sportágra jár egyébként pontosan ezért, de azért a húga is követi nagyon sok mindenben, úgyhogy elég nagy a terület, reméljük, hogy egy kicsit elfáradnak és lesz déli alvás. Ugye hétfőn locsolkodás, esetleg Bruno egy locsolóverset elmondana nekünk? Természetesen. Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a dolga. Piros tojás, hímes tojás, szerte széjjel hagyja. Hagyja csak nyuszikám, kéket is, tarkát is, locsolásért, kosaramba, belefér még 100 is. A résztvevők az ovisoktól kezdve a családi futással bezárólag egy kört, azaz 400 métert teljesítettek. Mindenki kapott érmet, a leggyorsabbak pedig egy serleget is hazavihettek az idei nyuszifutás emlékére.